Tisztelettel köszöntjük Önöket, kedves nézőink! Egy nagyon pazar helyen vagyunk éppen, mert ugye ez az Agrárkaland kiállítás amely természetesen az arborétumhoz tartozik, és szarvasiak és a környékbeliek ismerik, de akik távolabbról látnak bennünket mondjuk a Youtube csatornán, a szarvas televízióban, nos az ő számukra nagy újdonságot fogunk mutatni. Itt vagyunk az Agrárkaland kiállításon belül a méhészeti nagy szobában, ez a legnagyobb termek egyike, nem véletlen Szirony György, Gyuri barátunk itt az egyik, a kettő közül, aki berendezte ezt a szobát, és most egy tárlatvezetéssel kérünk meg. Csak előbb nagyon szépen kérlek, idéz egy valamit, egy nagyon érdekes könyved van. 1768-as. 1768 Kérem kiadása. figyeljenek. Ez az angliai méhes kert, melyet Gede János írt, és Szatmári Király Győrsz fordított. Készült a püspöki oskola betűivel 1768-ban Egerben. Egy kis idézet belőle. Ha akarod, hogy a méh sokat eresszen. Nagyon nehéz olvasni, igen, mert érdekes, nehéz, érdekes betű betűtípussal van egyébként uh, uh, írva. Tejjel kenegesd idén, idején, tavasszal a köpű íz száját, vagy végy magyarul oroszlán lábnevű füvet főz meg serbe, hogy félig elfőjön, tégy egy kanál tiszta mézet hozzá, add meg innya a méheknek, szaporodóbbak lesznek, vagy végy terpentinát egy tálban, tölts vizet el, egyesítsd össze, törst hozzá mézet, ezt ad inni a méheknek. Na hát, ez egy praktika, hogy hogyan adjanak minél több mézet, ugye? Igen. Ez szerepelt benne. Hogy sikerült ehhez a könyvhöz hozzájutnod? Egy akciós oldalon sikerült megvásárolnom, nem kevés összegért, és nagyon vigyázok rá. Tehát ez a kiállításon csak akkor van kint, amikor, amikor én itt vagyok. Egyébként itt a hátunk mögött található a helye amikor, amikor kint vagyunk. Egy uh, kis részlet szerepel egyébként Csipirézs utcán be a, a, ebből a könyvből, tehát ez az első belső oldala ott szerepel. Igen, mindjárt, ahogy kinyitjuk, és ott Ugyan. van az évszám 1768. Ugyan. Igen. Nem ennek a könyvnek egyébként a belső oldala, de uh, tehát ez az internetes forrás volt. Légy szíves, mutasd meg, hogy mit látunk itt mögötted. Mögöttem kialakítottunk egy mélyes házat, ami hát a, szerintem a, a 30-as, 40-es években szerepeltek majd, hogy nem minden tanyán itt a környéken. Ezen vannak mélykasok, anyapároztatók, szerepel egy nátkaptár, ez még nem volt betelepítve. Látható még egy, egy 1934-es felirat. feliratú országos méhészkaptár, amit a nagyapámé készített saját kezűleg. Lehet is látni egyébként, hogy kettes szem, 1934 es SZG felirat. Ez a nagyapa műve volt. Nagyapa méhészkedett is. Úgy van, nagyapa méhészkedett, tehát és akkor innen jött tulajdonképpen a folytatás, hogy, hogy mi is méhészkedjünk. Igazából tehát harmadik generációs méhész vagyok. Édesapám is méhészkedett, ő nem sokat, egy két éven keresztül, de nagyobb kihagyás után én is hozzákezdtem ez a nagyon szép szakmához. És sok minden itt a te két kezed munkája, például az a szúrlak. Igen, hát nem csak a, a méheknek a megóvása fontos számunkra, hanem a vadon élő megporzóké is. És azoknak készítünk ilyen úgynevezett hoteleket. Egyébként az egyik mézes reggelin a szlovák általános iskolában vittünk, pont ez volt a téma, ezek a, a vadon élő megporzók, és az egyik osztálynak ezt oda ajándékoztam az egyik ilyen. Én is kaptam méghotele. mástól egy ilyet. Mit kell vele tennem? Csak úgy hagyjam, és úgy van, semmi ki dolga. Kell tenni nincs ki vele? kell tenni a kertbe, és hogy a rovarok meg fogják találni és beköltöznek szépen Főzket fognak beleépíteni. Tehát azért vannak különböző ö, méretű furatok rajta, hogy minden egyes sovar megtalálja a helyét. És utána semmi dolgunk nincs, ott. Az, az ott eltömítődik? Eltömítődik, de amikor kikelnek, akkor ők az jó, ez, ez fontos, nálunk is ott van, és már hallottam a szomszédomat, hogy ő is, ő is akar vásárolni ilyet. Tehát ez terjedjen minél, a... minél van. több embernél. Egyébként, akinek van egy kis kézügyesség, az bármi jobbnak tudja csinálni. Akár deszkából, akár akár egy konzerves dobozból is el lehet készíteni, annyi, hogy bele kell tenni akár nádat, faágokat. Kicsit kifurkálni, és akkor. Lehet, hogy technikó órán itt készítettek is az iskolában. Nem? fordulhat igen. Uh -huh. Mutass még nekünk olyan dolgokat, amiről egyébként nem sokan van fogalma. Nagyapám, apám nálam is méhészkedett, én már nem méhészkedtem, én csak elszenvedtem, amikor megszúrt egy-egy. Azt szokás mondani, hogy ez nagyon jó reuma ellen, ez igaz? Úgy van, igen, tehát nagyon egészséges a még szúrás. Vannak különböző olyan dolgok, amivel lehet akár még mérget is összeszedni akkor lehet propoliszt összegyűjteni, virágport lehet összegyűjteni a mézen kívül. A propolisz gyűjtésnek van valamilyen különleges technológiája? Igazából annyi, hogy, hogy korábban háromféle rácsal gyűjtötték egy különböző méretű Lukak voltak, tehát olyan, olyan mint, egy, mint egy drótháló, uh -huh. és abból három különböző méretű volt egymásra helyezve, és abba gyűjtötték, amelyek a propoliszt. Az újabb fajták, azok már így néznek ki. Ez egy. Itt le is van fóliázva egyébként, tehát ez tele van propoliszsal. Jé, ez propoliszt maga, igen. és ezt úgy le kell vakarni róla? Igen, idegen ki lehet beleszedni. Nem tudom, hogy a kameránk jól látja-e, ha igen, akkor. Az remek, mert el nem tudtam képzelni, hogy hogy néz ki a propolis. Tehát amikor azokban a kis üvegcségben propoliszt kapunk, az már alkoholos. Úgy van, volna. az már alkoholos kivonat, tehát az egy tinktúra. Egyébként nyers formában így néz ki, kicsit hőre megtudul. Lányul, Lágyul. Lágyul, igen, és allergiás reakció is előfordulhat például aki allergiás vagy bedagad a torka, elkezd viszketni, de nagyon sok embernek például, aki érintkezik így nyers propolisszal, elkezd tőle hámlani az ujján a bőr. Jé. Nekem az erőteljes nátha akkor múlt el, amikor messzi tájékról kaptam egy üvecske, üvegecske propoliszt, és azt szépen megittam, és van pazarul, lehet, hogy nem tőle, de azt hiszem, hogy mégis közel volt a gyógyuláshoz. Természetes antibiotikum, gyulladást csökkentő, fájdalomcsillapító, Erősebb a fájdalomcsillapító hatása, mint a morfiumnak. Igen. Yeah. Hm. Mi van ez. mögötted? Mi ez, hogy geddekas? Mögöttem ez egy rakodókas, úgynevezett geddekas, és ezt ez alapján, a könyv alapján készítették el a 80-as években, méghozzá gödölőn. Volt egy tanulmány is egyébként ebből, és úgy folyamatosan dolgozva készítették el. Tehát ez egy... Szerettek rá lehet szedni ezt a mékkost, és ilyen háromszög kis lécek voltak, és erre ragasztották rá a műlépet, és utána úgy építették ki a méhek. De nagyon jó állapotban megmaradt. Igen. Szép kiállítási tárgy ez is. És akkor vezess tovább bennünket, légy szíves. Azok a kasok, amelyek ott vannak szintén a kaptárak mellett, azok mire valók voltak? Régen ugye mielőtt a, a kaptárakat bevezették volna, előtte kasokkal méhészkedtek az emberek, tehát ez visszamegy egészen a középkorig ennek a, a használata. És ez a szürke veszélyokas, ez a, az Egyesületnek a tulajdona. Egyébként, hogyha minden igaz, akkor lehet, hogy ez is be volt tapasztva. A mellette lévő gyékeny kas szintén be volt tapasztva az azért volt ugye, hogy, hogy jobb hőháztartása legyen a, a méheknek. Uh -huh. És uh, szaporításokat neveltek benne, egyébként télire elpusztították benne a méheket, tehát nem, nem teleltették át a, a kasokban a méheket. Uh, amikor pergetésre került a sor, akkor uh, azt, tehát úgy, úgy uh, vették kiből a, a lépeket, hogy előtte kidobolták a méheket egy másik kosba, tehát egymás helyére egyére tették. Azt hogy kell kidobolni? Hát uh, annyi igazából, tehát ezt, hogyha megfogom, aláhelyezem a másiknak, Igen? és elkezdem ütni. ütni. És akkor a má, méhek belepotyognak a, a, alatta lévő méhkasba, és akkor onnan pedig ki tudják venni a, a lépeket. Micsoda technológia? Ezeket a lépeket egyébként utána, amikor, amikor kivették, ott velünk szembe található egy pergető, uh -huh. és abba helyezték, tehát ez egy fekvő pergető. Általában ebben pergették ki azokat a lépeket, mert ugye azokat kitördelték magukból a, a Aha. de hogy nem, még nem menjünk el, mert ott alatta az egy hatalmas kaptár, és tudom, hogy ahhoz is közöd van. Igen, azt is nagyapám készítette. Ennek az idejét már sajnos nem tudom megmondani, de ez inkább olyan, olyan 50-es Évek környéke, és ez egy kétcsaládos, szintén országos keretméretű kaptár. Kinyitni sajnos nem tudjuk, mert pont a kiáról felénk van, de a hátoldalán az. az nyílik. nyílik ez egy másik típus. Úgy van, ez egy, ez egy Tamási Rakodókaptár, szintén úgy van kialakítva egyébként, hogy hogy ez nagy bocsonádi fészekkel van, tehát ezt nem lehet külön szedni, és a méztere az pedig félkeretes, tehát fél észterű. Aha, ezek, ezek olyan szakszavak, szavak, amelyeket nehéz értelmezni. Mi az, hogy nagy Boconádi Bocanádi Imre, ő kísérletezte ki ezt a, a, a keretméret típust, illetve ő fejlesztette ki a, magát a, a kaptárt, kaptárt típust is. Ez ismerős, amit most fogunk megmutatni, mert a nagyapáméknak is ilyen volt, Igen, vagy nagyon is. hasonló. Ez is egy, egy nagy bocanádi, úgynevezett fekvő 18-as vándorkaptár. Ilyennel vándoroltak az 50-es, 60-as, illetve a 80-as években is a, a méhészek. Csoportosan összegyűltek, fölpakolták a cseperre, vagy zíra, vagy, vagy ifára, ki, mire, hogyan, még vonatokra is egyébként, tehát vonattal is nagyon sokat vándoroltak a méhészek, segítették egymást. És ott a helyszínen, a vándortanyákon pergették ki a, a begyűjtött mézet amikor nemrég elmentünk hozzátok a makanyános János és ott a méhészegyesületi Egyesületi tagok megnézték a saját méheiket, akkor hasonló kaptárakat láttunk kékben, mint ez a zöld itt. Ez, ez olyan, mint a tiéd, úgy tudom. Igen, ez, ez, ez készült, ez egy a hungarocel, tehát nem, nem, nem összekeverendő, amit házilag készítenek az emberek. Ez egy nagy nyomással készült hungaracsel kaptár, és ezeket annak idején Pécsen gyártották, és be is voltak ez egyébként. Különben, igen, uh -huh. tehát ez egy, ez egy teljesen hőszigetelű. Odaadom a kezedbe, hogy milyen Aha. súlya van azért. Az van, igen, pedig azt nem gondoltam volna. De hát mondjuk meg lehet emelni. Úgy van. Uh -huh. Azért szeretem egyébként ezt a, a, a fajta kaptárt, típust, mert a, amikor tele van mézzel, egy ilyen 10-15 kilóval könnyebb a fakaptárhoz képest a súlya, és azért sokszor 15 kiló az... Ezekből az üvegekből, amit itt látunk kiállítva, egyik másik még nekem is megvan, igaz, hogy innen az utolsó időkből, de itt uh, csodákat tudsz mutatni. Igen, ezek uh, az Egyesült Magyar Holmi Üveggyárak részvénytársaságnak az üvegtermékei. Uh, különböző kivitában uh, van, ami csavaros tetővel volt kapható, illetve volt, amelyiket parafadugóval lehetett lezárni, mint ahogy itt az egyiken látszik is. A nemzeti színű szalag az azért van rajta, mert annak idején, amikor jártunk fesztiválozni a feleségemmel, mézet árulni, akkor ezek ki voltak tévedíznek, ezek az üvegek, és nem vettem le róla ezeket a szalagokat. Meg lehet nézni, hogy mindegyik üvegnek szinte más a mékkas mintája talán kettő van, ami egyforma. Lehet, hogy pont, nem tudom, ennek a kettőnek egyforma mintája, vagy valamelyik. Ez a nagyméretű, egy Magyarország és sejtekkel van Úgy van, igen, Ezek, ez most is forgalomban úgy van. Úgy van, ezek most is forgalomban vannak. A OME gyártotta, gyártatja őket Orosházán egyébként, hogyha jól tudom. És szerepel egy kilós kiszerelésben, tehát 730 ml-es kiszerelésben, 370 ml-es kiszerelésben és 220-asban, de ezt a 220 ml-es kiszerelést, amiben 25 a méz fért bele, kevésbé szerették a méhészek, és kevésbé fogyott, és kivonták a forgalomból. Akkor őt már nem találjuk meg csak itt a kiállításon. Igen. Gyerünk át egy másik tárlóhoz, és itt egy fénykép. Nos, Kedves nagypapa! Úgy van, tehát a fényképen idősebb Szirony György szerepel, aki 1934-ben kezdett el méhészkedni, és az ő méhészkönyve Ignác Sándor írásából szerepel, és Egyesület székházában van egy kép, amin az 1934-35-ös tanfolyam tanulói szerepelnek, és köztek megtaláltam nagyapámat is. Még ilyet. És ez pedig ez pénz? Ez egy emlékérem, ez az őrösi emlékérem, és ebből tavaly sikerült hozzájutnom pár példányhoz. Egy nagyon kedves sárvári barátom adta nekem ajándékba, szintén mézlovag, és addig nem is tudtam egyébként, tehát annyira nem foglalkoztam vele, nem tudtam a létezéséről. Utána ezt a, van itt egy Lukas példány, uh -huh. azt úgy találták meg, hogy az egyik kollégája éppen füvet nyírt, és élezte a késnek a fűnyírónak a pengéjét. És meglátta, hogy valami felirat van ezen a, és akkor elkérte, és ezt nekem adta. Erekie. Úgy van. Tagságigazolvány. Csantavéri méhészkör. Ezt körülbelül egy olyan három hete, egy hónapja sikerült hozzájutnom ehhez a, a tagsági igazolványhoz. A tagsági igazolványhoz tartozik még egyébként egy OMME belépési okirat is, azt viszont még nem mutattam be sehol, mert annyira rossz állapotban van, hogy ezt el kell vinnem valahova restauráltatni, tehát nagyon, nagyon rossz állapotban van. Megpróbálom talán a száz éves kiállításra, ami a Tessződik Sámára Múzeumban lesz. Szeptember 13-14-15-én a ott kiállítani. Ez a zsidei barnabás, a méhészkedés 12 hónapja, ez még nekem is megvan édesapámtól. nem sikerült kitanulmányoznom, úgyhogy... De nagyon sok okosság van benne egyébként. Akkor nyilván ezért vette meg nekem. Úgy van. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogyha már zsidei barnabásnál tartunk. Van itt ez a sárga könyv. Ezen a sárga könyvön szerepel itt egy fénykép, itt az alsó részén. Ezt mint utóbb kiderült, egy, egy nagyon kedves barátom fényképezte a saját méhészetükben, tőle sikerült egyébként üvegek, mézes üvegeket is beszereznem. A másik érdekessége ennek a zsidei barna hogy ezt itt szarvason nyomtatták a fazakas nyomdában. Hány példány, ma nem tudjuk, mennyire belőle az Hogyha országban. kinyitnám, akkor, akkor uh -huh. meg tudnám mondani, de de értéknek nagy érték. Igen. És akkor jöjjünk el ide a sarokba. Sohatsz, és a társa. Úgy van, tehát ez egy, ez egy szerszámkatológus, illetve euh, méhésznaptár is egyben, 1937-es évből, hogyha jól látom, és ebben szerepeltek a, a különböző szerszámok, kéziszerszámok, szerszámok, füstölők, euh, mindenféle méhészetben szereplő vagy euh, szükséges eszközök a mézeskannától a pergetőig, a viaszolvasztótól, a, a műlép öntő formáig, akkor e, pergetőnek a hajtása, kaptármérleg, kaptárak is egyébként, tehát Törzség, füstőtör, úgy van, fokta. minden, minden. Igen. Úgynevezett hanemanrács, tehát anyarács, mindent uh -huh. forgalmaznak. És olyan szerszámok, mintha fogat akarnának húzni fel? Igen, azok, ezek, a, ezek a szerszámok, amik itt vannak, uh -huh. ezek e, keretfogók, azok eh, ahhoz a fajta típusú, vagy ahhoz a típusú kaptárhoz valók, amit a nagyapám is épített. Úgy van, tehát az országos keretméretűhöz. vagy elég mélyre kellett benyúlni, és azért kellett hozzá a szerszem, hogy ne szurkálják össze az ember kezét. És elérkeztünk ide ehhez az érdekes pergetőhöz. Úgy van, ezt eh, egy hirdetésben találtam, ez csornáról származik, és eh, egy nagyon kedves barátom hozta haza nekem onnan, tehát meg se kellett nagyon mozdulnom érte. Uh -huh. e, nagyon romati állapotban volt. Körülbelül fél centi vastag festék és osda réteg volt magán ezen a pergetőn, és a festékek rétegek között sikerült megtalálnom az eredeti színét, ami piros volt. Uh -huh. És e, autentikusan próbáltam ezt, ezt, ezt te visszaállítani. Te Úgy van, uh -huh. tehát ezt én újítottam föl. E, különlegessége ennek a pergetőnek ez a Mészcsap, amin a szerepe bronzból készült, és boconádi méhészete Újpest. Ez szerepel. Tudni kell azt is egyébként, hogy boconádi Szabó Imrének volt egy hasonló ilyen méhészeti katalógusa, és, és tehát ő eszközt is gyártott. Tehát egy cége, a, cége volt. Igen. Tehát a, a könyveken, tehát a könyvíráson, meg a, meg a kísérletezésen kívül még e, ilyen dolgokba is belefogott. Az meg ott olyan, mint egy szőlőprés, csak kicsiben. Úgy van, úgy van tehát az egy, az egy viaszprés egyébként, mm -hmm. és e, azt e, tavaly márciusban sikerült ehhez hozzájutnom, szintén egy hirdetés útján, amit egy, e, tehát egy nagyon kedves barátom kezéről csaptam le tulajdonképpen, tehát ő jelentkezett érte hamarabb. Ez a nagyon kedves barátom, ez Balda Járnő, ő erdélyi méhész, Erdélyből származik, és uh, szintén vannak művészeti múzeumban, nyár egyszer Én azt figyelem, hogy nagyon otthon vagy az interneten elérhető dolgok világában. Muszáj, Most tehát... például azt nézted, hogy hány ezer forintért csaptak le a kezedről egy, egy, egy fém címert? Egy, egy zománc, tűzománc táblát. Uh -huh. Mennyiért vitték el? 170 ezer forintért. Na, van ára. Igen. Uh... Felvettem már egyébként jó, a... Hogy lehet kapni. Igen. Felvettem a kapcsolatot egyébként a vásárlóval, és megpróbálom tőle elkérni. Még nem jelentkezett vissza, de megpróbálom tőle elkérni a száz éves kiállításra. Jaj, hogy kölcsön. Úgy van. Vagy akár bérbe, tehát most... Világos. Menjünk tovább. Oké. Okay. Ez egy fahajtású, dörzshajtásos pergető. Ez szintén működőképes állapotban van már amennyire elindulna. Tehát ugye nagyon van száradva ez a fa de még azért, tehát el lehetne indítani. És nagy boccanádi keretméretű. Egyébként ezt szarvason a Dajka Zoltántól kaptam. Persze. Akkor ez a nagy boccanádi keretméret. Na, keretméret? Na hát pazar. Itt egy, egy kulcs. kulcs. Úgy van. Aha. Ez az én Tessék, a kulcs. Mindenütt ott gyögyem. van rajta? Nem, csak a felső keretléce. Akkor ezt ide visszateszem. Úgy. Még szerencsé, de... hogy nem döngenek a méhek. Ez itt most mi? Ez egy viasz? Ez egy kis viasz igen. Tehát ezzel kettem meg, hogy, uh -huh. hogy legyen egy kis tapadás. Uh -huh. Na, ott is egy de ilyen körülbelül pergető. körülbelül éve nem nyúltam már hozzá. De Egyiként, jól forog. nagyon rossz állapotban volt. Csak maga a felső... Rész, a palást, meg a belső ö, kosár rész az az eredetie, a többit az, az felújított. Ö, ö, ezt is szarvasról kaptam, ö, ez egy kettő-négy-hat keretes országos per, kis pergető, és ö, annyi a különbsége, hogy a többihez képest, tehát ez egy direkt hajtású, tehát ö, nincsen semmilyen áttétel úgy, mint az összes többi pergetőnél. Ez is szépen pörög. Úgy van, abszolút az a kicsi, az az országos méret? Az országos keretméret. Azt is kiemeled? Persze. Uh -huh. Akkor itt megmutatjuk a boconádit a te védjegyeddel, és ez pedig az országos keretméret. Ez körülbelül a négyszerese. Aha. És mitől függ, hogy melyiket érdemes használni? Igazából a, a méheknek a, a fészek kialakítása. Tehát azt vették alapul, hogy a, a méhek körülbelül téli fürtnek, mekkora gömböt vagy vagy labdaformát húznak föl, és úgy, hogy legyen nekik elegendő eleségük, és erre legalkalmasabb volt egyébként ez a boconádi féle. Az mitől függ, hogy itt erre van a szög, itt erre van a szög, és ez pedig pont átelenesen? Azért, hogy ne tudjanak, tehát ez, ez, a, ez a távtartó. Uh -huh. Mint hogyha megnézed, bocsánat, keresztül jövök, tehát megnézed itt ennek egyenes az oldaléce. Ennek viszont más a kialakítása. Ez azért van, hogy, hogy itt, itt találkoznak. Egyébként, igen, a másik pedig azért volt szöggel ez elkészítve, hogy minél kevésbé ragasszák össze a, a mélyek a propolisszal, meg viasszal a, a, keretet. Akkor ezt minél könnyebben lehessen kivenni a, a keretekből, a kaptárból. Aha. Ezt is kaptárfogóval kellett kivenni? Ezt kellett kaptárfogóval uh -huh, kivenni. Uh -huh. Akkor vezess tovább bennünket létszíves, mert itt megint nem mai dolgokat látunk a falon. Igen, ezek. Mézet, viasz, sonkóit minden tételben átveszünk, mészforgalmi vállalat Budapest, 8. kerület, Csokonai utca 8. Hát ez egy 50-es évek, 50-es, 60-as évekbeli plakát. Igazából az alsó kettő az, az szinte egykorú. A felső az, az korábbi, az egyébként egy egy úgynevezett nyúlós költéshothatásnak a, a figyelemfelhívó plakátja, hogy nem kell tőle megijedni, értesíteni kell a méhegészségügyi felelőst, mik a teendők, tehát igazából arról szól, és nagyon szép jól illusztrált. Igen, szép színei vannak, érdekes. A mai plakátgyártók valószínű, hogy mosolyognának rajta, de szerintem ez akkori kornak ez nagyszerű példánya volt. Igen. Nos, hát ez megint nagyon érdekes, ebben van egy hőmérő. Úgy van, ez egy virágporszárító, tehát nem csak ugye a, 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 propolis gyűjtjük, hanem a virágport is. Itt mutatok például, ez itt, nem tudom, föl van csavarozva, ez egy virágporszedő egyébként, egy első virágporszedő, amit a hungarocel kaptárhoz gyártattunk. De több fajtája létezik egyébként, ez ez egy belső, ezek például a külső virágporszedők. És akkor ezen vannak ilyen apró pici azon a kisebbik lukon befér a, a méhecske, de csak úgy fér be, hogy a lábát, az egyik lábát maga alá húzza, akkor, akkor be tud vinni valamennyi virágport. Aha. Legelőször is, amikor, amikor fölhelyezésre kerül a kaptár elejére, a bejárathoz, akkor nem szokták még meg, vagy nem szokják meg a méhek, és az összes virágpor lepotyog itt a alatta lévő kis tárcába. Úgy van, tehát ez ki lehet, ki lehet belőle. És abból mi lesz? Abból lehet a szárított virágport, Aha. ami egy teljes értékű fehérje. És, De ilyet hol lehet kapni? Piacon egyébként lehet kapni. Vannak egyébként olyan kollégák, akik gyűjtik és árulják, és testépítése például, vagy vagy immunerősítése. De szintén ennél is oda kell figyelni az allergiás reakciókra. Ezt kíváncsian fogom kipróbálni. Na akkor. Vannak rajta nagyobb lyukak, uh -huh. az pedig azért van, hogy a úgynevezett uh, herék azok. Uh, úgy van, tehát ők azok közlekednek, mint nagyobbak, mint a mint a többiek, és megtalálja. Megtalálják, úgy van, megtalálják. Ez a másik, ami itt van alatta, ez szintén egy külső virágporszedő, csak ez viszont konténerre szerelhető. Uh -huh. Uh -huh. Nagyon sokféle. És akkor visszatérve erre a szekrényre, tehát amit összegyűjtöttek a, a méhek, illetve a méhészek virágport, akkor azt vagy nyersen lefagyasztjuk, uh -huh. vagy pedig szárítva lehet tárolni és arra alkalmazták ezt a virágporszárítót, amit itt ki lehet nyitni, be lehet állítani rajta a hőfokot, tehát ez egy elektromos szárító, és akkor itt a tárcára szépen szétterítve oda lehet helyezni a virágport, és egy idő után megszárad, tehát kiszárad maga a virágpor, veszít a nedvesség tartalmából, mert meg tud savanyod, meg tud eredni hogyha nedvesen volt átárolva. Tehát nedvesen csak fagyasztva lehet tárolni. Majd a végén összegezzük, hogy hányféle terméket állítanak elő a, a méhek. Jó? Rennem. Mert itt most már a virágpornál tartunk. Menjünk Rennem. tovább. Ez itt egy propolis rács. Igazából arról már beszéltünk, csak itt ez nincs csomagolva és nincs benne propolis. Jó, a méztárolás. Béztárolásnak a alkalmatosságai vannak itt különböző formában. Van ami, tehát ezek, ezek a régebbi kupák, ezek olyan 30-as, 40-es évekből származó bádog kupák, és nem igazán szeretünk már benne ilyenekben bemézett tárolni mert hogy kiódódik, tehát ezek bádogozott, organizott, hát ez persze, igen, tehát a méz ugye savas kémhatású és mindent, mindent. Kivéve tekintem. a repceméz. Úgy van, igen. Mert hogy figyeltem az Az egyedül rugos kémhatású méz. Igen. Tehát akinek gyomorbántalmai vannak, az csak repcemézet, a repcemézet tegyen. Szemézet. Úgy van. A viszonylag kevés van. Igen. Pláne most itt szarvas környékén. Hát uh, igen, keveset, keveset termelnek egyébként. Tehát, Nem úgy. merik, mert hogy túlszáraz az a... Talaj. Igen. Van. És akkor itt mostani, amiben most tároltok, olyat nem hoztatok? Olyat nem hoztunk, tehát igazából most 120 literes műanyag hordók, vagy, vagy kisebb ilyen 50 literes, vagy, vagy Üveg 30 nem. literes. Üveget nem használtok? A Aha, csak a végfelhasználása. Csak a végfelhasználása. igen. Ez egy mész méz kimelegítésére szolgál, úgynevezett mézmelegítő, ez egy elektromos mézmelegítő. A cekász hiányzik belőle egyébként. Ezt úgy csinálták, hogy a hordóba ezt így beletették, föl volt öntve vízzel, a víz melegített, a, a cekász fölmelegítette a vizet, és akkor így szépen lement a, a méznek az aljára, a hordónak az aljára, és akkor úgy melegítették ki a mézet. Ha, és amikor kiszedtétek, akkor csöpögött a... Úgy van, igen. Uh -huh. Itt minden mindenféle eset, felirat, itt, van. de azért üzemében ez is ilyen bádokszerű szerű, ami... Igen, alumíniumból, uh -huh. bádokból vannak itt uh, uh -huh. kupák. Úgyhogy uh, ez például kimondottan ehhez a mézforgalmi forgalmi vállalathoz. NV uh -huh. felirat, ja, igen, van rajta, MV. Uh -huh. úgy van, azért van rajta, hogy NV. Uh -huh. Volt olyan, aki aki teljes kupába tartotta a mézet. De igen, gyanús, a... gyanús, hogy láttam, hogy régen. Lépjünk tovább. Oké. Okay. Említetted ezt a, ezt a ládát. Ez a úgynevezett ládapergető. Ezt magát, ezt a pergetőt, ezt szét lehetett szedni, és magába az alatta lévő ládába el lehetett helyezni, és úgy lehetett a, a tanyára szállítani. Nem sérült meg. Tehát ez tulajdonképpen az ő tárolója, ami alatt van. Igen, uh -huh. igen. De az is áttételesen működik, Úgy van, abszolút áttételesen működik, és abból a szempontból volt jó tulajdonképpen, hogy rögtön a mézcsap alá lehetett tenni egy, egy, ilyen mézes kupát, és akkor abba tudott csorogni a méz. Akkor ha tovább lépünk a tárlagóba, akkor ez a ruha, ez, 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 szerintem ez egy egyenruha, és úgy nézem, hogy bajai? Úgy van. Uh -huh. Annyit kell erről a ruháról tudni, hogy ez egy mézlovagruha, uh -huh. mézlovag egyenruha, ez pedig kimondottan a Bajai Mézlovagrendnek a ruhája. A Bajai Mézlovagrendről annyit kell tudni, hogy ez 2003-ban alakult, 2003 novemberében és 2004-ben öltötte magára a sajnos azóta már elhunyt úriember, akit úgy hívtak, hogy Szabados Miklós. Ő volt tulajdonképpen. Tehát a, a, az Egyesületben mindenki kap egy titulust a mézlovagrendben, és az ő titulusa, mint múzeumőr szerepel. Aha. És neked milyen titulusod van? Én nekem igazából nagyon semmi, tehát. Hát a múzeumkészítő, berendező. Igen, igen, igen. De, de mint, mint, mézlovag, mint mézlovag, úgy nincs titulusom, egy egyszerű mikor avattak lovaggá? 2017-ben. És ez mivel járt? Felkérés alapján, tehát beajánlás alapján eh, kerültem be a, a egy gyulai Göndösben ennek és az a feladatunk, hogy a mézet népszerűsítsük. Ugyanúgy, mint ahogy a méz is. Most éppen ezt teszed. Úgyhogy pont népszerűsíted. <laughs> és akkor az egy, az, ez valami emlék. Fonános, Igen, ez, ugye? Egy, ez egy kis, nem, nem tudom, szalmából mélyecske. vagy vagy veszőből készült készít méhecske. Szintén, amikor amikor hozzájutottam el az egyenruhához, akkor ám mondom, megtetszett az a mélyecske, és elhozom magammal. Uh -huh. És az interneten megtaláltam a Miklósnak a fényképet, amilyen éppen az a mélyecske Én szerepelt. Nem Úgy van. Úgyhogy abszolút autentikusan itt kell, hogy legyen. Hmm. A... Jól berendeztétek. Ugye nem csak méztermelés folyik, magából a, a, viaszból is szoktunk készíteni e, különböző dolgokat, tehát nem csak, nem csak visszaadjuk a viaszt, mint műlépet, műlépformában a méheknek, hogy tovább építsék, hanem e, gyertyákat, e, különböző díszeket lehet belőle készíteni. Akár műlépből, mint amit itt látszik, ez egy színezett műlép, vagy pedig e, különböző formában öntött e, viaszgyártyákat lehet készíteni belőle. Uh -huh. Az a mi a méhészethez? Fogalmam sincs, az szerintem csak úgy, <laughs> csak úgy Jó, Igen. és akkor ha a termékeket megnéztük, itt még látok érdekességeket. Igen, múltkori beszélgetésektek alapján, amikor a Nagyéz András elnök úrral beszélgettetek, akkor rátértetek a repcének a, a terméterületére hogy mennyi Igen. most. Na most ez egy 1985-ös kimutatás, mely szerint a Békés, illetve Jász Nagykun megyei repce területnek a, a, méreteit fel vannak szerep, tehát itt szerepelnek. Békés megyében 4004 hektár szerepelt repcevetős területként, Jász Nagykun pedig 4579. És a szarvas környéki területen? Az kimondottan kimondottan szarvosi állami gazdaság 382 hektár. Aha. Most meg én itt jó, hogyha egy területet biztosan ismerek, hogy 80 hektár, ez nagyon szép egyébként. Igen, Csak hát ez a száraz, elményegy. gyönyörű, és már másfél méter magasan, jóval több is egyébként, úgyhogy az egy szép, szép tábla. Igen. Nagyon várja az esőt. És ezek? Ezek, hát igazából van itt olyan, ami. Nyúlós költésfothatásnak a, a. Még egyszer? Tehát a nyúlós költésfothatás, ami a, a méhese, méheknek a fiasítás betegsége, ennek egy zárlati határozata, ami 1987-ből származik, és az még régi háttérpapíron van. Amikor. Ez a. Uh -huh. hihetetlen. És nem dupla, nem dupla, nem. úgyis átütött nem. volna. Újra. És 1987. július 15. Ezek a betegségek is érdekelnek. Mennyiféle betegsége van a méheknek? Igazából, ami ami nagyon veszélyes, az a nyúlós költéshódás. Mi ez uh, a Mit honnan származik? Úgynevezett hmm, amerikai költéshódásnak hívták régen, uh, utána lett ez a nyúlós. Nyilván, tehát abból, abból eredően, hogy uh, amikor a fiasítás elpusztul, elfolyósodik, uh -huh. és amikor a, a méhegészségügyi felelős ezt vizsgálja, akkor uh, egy uh, kis fa pálcikával vagy akár egy fűszállal belenyúl, kicsit megkeveri azt a sejtben lévő elhalt méhecskét, és amikor kihúzza, akkor egy ilyen 2-3-4 centis szállat ki lehet belőle húzni. Ez a, ez a nyúlós költés uh -huh. mutatás. Eh, mennyire gyakori? Elég sűrű. Szarvason is a tavalyi évben, illetve azt megelőző évben is volt, találtak mi, hisz, mi egészségügyi felelős kollégák és országosan nagyon nagy problémát jelent. Tehát olyankor 5 kilométeres sugarú körben lezárják az egész területet, mélyeket nem lehet kivinni, mézet nem lehet értékesíteni, nem lehet kivinni se hát, mézeti terméket. Úgy van, igen. Hm. Sajnos én is átestem annak idején még 2013-ban, mint, mint friss méhész. be, kerültem egy erdős területre, ahol volt egy két hét hordástalan időszak, és valószínű, hogy akkor találtak rá ezek a, a, erre a betegségre egy egy fában, oduban. Itt vagyunk kinyitom. a füstölők tárlata előtt. Szabad megnyitnom? Persze, uh -huh. igen. Sőt, szeretném uh -huh. megkérni rá. Igazából ezek számok füstölők, viaszprés, anyazárkák, valami sajátkezűleg készített, idézőjelben sajátkezűleg, tehát a méhész által készített, vagy pedig... Kiemelsz egyet? Megmutatod, Persze. hogy hogy kellene használni? És egyáltalán mitől füst? Füst, a legrége... anyag? Ja, na, egy anyazárkát veszek ki, az a legrégebben anyazárka, ez körülbelül 100 éves, és ez ilyen kis drótokból készített el a méhész, sajátkezűleg készítette egyébként, de katalógus alapján is hasonlókat lehetett látni, nyilván ötleteltek a katalógusból, és akkor úgy készítették el. És akkor behelyezték az anyát, bedugták ezzel a kis dugóval, és behelyezték az anyát a kaptárba. Vagy ezzel szállították el anyát. Az egésznek az értelmét magyarázni. Úgy van, igen. Tehát az az értelme, hogy, hogy amikor esetleg anyát kell, hogy cseréljünk, mert kiöregszik, nem úgy petézik, megsérült, akkor uh, vásárolunk anyanevelőktől méhanyákat, uh -huh. és ezt uh, nem ilyen anyazárkában kapjuk, hanem vagy ilyenben, vagy ilyenben. Tehát így vásároljátok Tehát, az van, anyát. Igen. És uh, az anya van benne uh, két-három kísérő méhecske, dolgozó, illetve még uh, élelem, élelem van nekik betéve. Uh -huh. Kis cukorlepény és egy pár napot kibírnak benne. És ez mind ilyen anya tároló. Ezek mind uh a Mi ez az érdekes ott középen? Erre gondolsz? Uh -huh. Ez egy óra szerkezet. Ez pedig egy ezeknek a füstölőknek, amik itt vannak, ezeknek az óra szerkezete. Ez egy abszolút működőképes óra szerkezet egyébként. Most pár pillanat nincs felhúzva, de éppen meg tudnám oldani. Hogyan tudnád, mekkora egységben méri az időt? Nem, tehát nem időt mér, uh -huh. hanem ez hajtja meg a füstölőt. Te van benne itt uh -huh. egy kis ventilátor. Uh -huh. Ott van benne egy kis ventilátor. Uh -huh. Ugye rugó ellenében föl van húzva ez a szerkezet, uh -huh. és uh, hogyha szükséges, akkor a méhész elindítja, uh -huh. akkor kibocsátja magából a füstöt, hogyha meg nincs rá füstre szüksége, akkor elzárja, uh -huh. és akkor megáll az óra szerkezet, nem fog tovább ketyegni. Mutatok például egyet. Ez a nagyapámé volt. Az egy felújított darab, és még működik. Jé, hallom. Föl lehet húzni. De szép. És félre a kezed, akkor lehet érezni, hogy... Érzem, igen. Na de is ez szükség. Igen, elzárod, ennyire Elzállod. egyszerű. Ennyi. Igen. Mi van az oldalában pöttyezve? KSL, Königs Vulkán. Ha. Tehát ez egy német, német gyártmány, és szabadalmoztatták annak idején, a mai napig gyártják ezt a típust, nem ebben a formában, hanem ebben a formában. Jé, yeah. a mai napig gyártják. Úgy szabad. van, tehát ez egy új darab. Sajnos igen, ez is nemrég került hozzám Kepenyes György elhúnyt és az ő hagyatékából a lányai nekem ajándékozták. Uh -huh. És ez pedig elemmel működik. Értem, itt is érzem egyébként. Na de azt mondd meg, hogy milyen ki belőle? Mi az a füst? A füst az, vagy ezekbe a, ezekbe a füstölőkbe, amik itt, uh -huh. itt vannak, ezekbe dohánylevelet tettek, vagy csutkát. Az a lényeg, hogy ne legyen neki nagyon nagy hő hatása, tehát ne égesse szét a kazentestet, a De egyébként akár taplógombával is lehet füstölni, egyébként az nagyon jó abból a szempontból, hogy hogy hideg füstje van, és nagyon sokáig füstöl. Tehát. Te mivel füstölsz? Igen, általában csutkát szoktam használni. Uh -huh. És az pedig, az egy ilyen pumpálós? Azzal Igen. lehet füstöt Úrval. generálni? Igen, ezzel lehet füstöt generálni. Uh -huh. Ez egy úgynevezett magyar füstölő. Ilyesmi volt a nagyapámnak és meg apukámnak. Igen. Uh -huh. Oda mere a ide kell belehelyezni a, a fadarabokat, akár korhat fadarabokat, faleveleket. Papírral is lehet egyébként. Tehát valaki hullámos uh, kartonpapírt használ. Egy beteszély, és akkor meggyújtja, és elkezd füstölni. Meggyújtani hol kell? Fölülről. Fölülről. Fölülről kell meggyújtani. Uh, egyébként. Uh, vannak egy Jászberényben például szokott lenni a mi Jászberényi mélyész vásárolón a verseny. Uh -huh. Nyilván ennek is megvan a technikája, ahhoz, hogy, hogy füstöljön, nyilván alulról kellene meggyújtani, és utána fölülről megtömni az egészet, de egyszerűbb a mélyésznek az, hogy fölülről meggyújtja, önt rá valami kis katalizátort, és akkor... És akkor van ilyen füstölő verseny jászberényben? Van, igen, igen. Mm. Minden évben szokott lenni. Te nem szoktál részt venni. Én ilyes... nem szoktam indulni rajta. <laughs> nem füstölsz. Én felvonulni szoktam. <laughs> Na, akkor a füstölgés, a füstölgés eszközeit láttuk. Úgy van. Mutatok egy érdekességet. Igen, Ezt ez egy... én saját kezőleg készítettem. Ez, ez, egy úgynevezett méhész csont. Régen ugye a, a méheket nem tartották otthon, hanem kint voltak az erdőbe szabadon. És voltak olyan emberek, akik befogták ezeket a méheket, úgynevezett mézlopók, és léprecsalták valami kis édes dologgal a méheket, befogták ezzel a ügyes kis eszközzel, rátették a, a, ezt a méhész csontot, bezárták, és bezárt. bezárták, és amikor elindultak keresni a méheket, akkor a felső kis lukon egy méhecskét kiengedtek, és elkezdték követni és addig mentek, amíg, amíg uh, látták. Ha eltűnt szem elől, akkor megálltak, kiengedtek még egyet, és az is ment a kaptárjány ah, az ő saját helyükre. És onnan össze tudták gyűjteni a mézet. Milyen érdekes trükk. <laughs> Leleményes méhész társadalom. Egyébként uh, a Néprajzi Múzeumban szerepelnek ilyen uh, méhészcsontok. csontok. És akkor ez egy marha szarva. Úgy van, igen. És te magad készítetted. Úgy van, igen. Na hát. Na hát, már csak egy dolog maradt hátra, és akkor szerintem, aki végig kitartott mellettünk, az megkérdezzük tőle, hogy mit gondol, hogy mi ez itt a sarokban. Nem vagyok benne biztos, hogy kapásból kitalálják, én se találtam ki. Hát ez egy, ez egy fészek, amit uh, valószínűleg hogy a, a arborétum területéről származik, és uh, erre a kiállításra ide szánták. Igen, egyébként hát ez egy nagyon veszélyes üzem. Tényleg a Igen. méhészek azok nyilván bírják a csípéseket téged. Egyszerre hány még tudott megcsípni, amikor, amit kibírtál? Amikor legelőször kaptál, bontottam, akkor körülbelül olyan 30 szúrást kaptam, és mind az ujjam végében a körnek körültevében. Nem duzzadt meg? De nagyon és nagyon fájt. Oh. nem akkor itt dolgozott a az ápolási osztályon is hozzámentem mentem kinekcióért, tehát az vénáson megkaptam a kalcium Egyébként nagyon nagy tévhit, hogy kalciummal lehet le ezt a az allergiát, nem. Tehát ezt antihisztaminnal. Uh -huh. Vagy aki, aki tényleg annyira allergiás akkor azt adra a Nekem volt részem benne. De ezt neked meséltem, hogy Igen. a torokfájásom, a rekedtsége miatt aloét fogyasztottam, az földűsült a, a bőrömben, és nagyon messziről kiszúrták a méhek, Úgyhogy egy hét alatt három csípet meg, és abban nagyon keményen. Igen, volt egy, lehet bele volt egy olyan kollégám, kerekegyházi méhész, aki allergiás még szúrásra, már most úgy néz ki, hogy kapott ilyen immunterápiás gyógykezelést. Egyébként neki az autójában mindig ott volt a kesztyűtartóban az Adrenalin Injekció, amit mm -hmm. uh, ugye volt is egy pár évvel ezelőtt uh, híradóban is, hogy egy kislány azzal mentették meg mert parás vagy vagy még szúrást kapott. Horror én is ismerek, és ráadásul igazi történetek, hogy megcsipte valahol itt a méh az illetőt, bedagadt a torka, úgyhogy kégemetszést kellett csinálni. És erre mondták azt, hogy ez a golyostól, az a bizonyos legolcsóbb golyostól, az mindig legyen nálunk, mert ha más nincs, akkor ezzel lehet életet menteni. És hát kint a határba ér valakit ilyen, akkor ott nagyon gyorsan kell cselekedni. De azt is mondta egy általános orvos, nekem is kellett volna ez az immunterápia, méh immunterápia, de annyit mondott, hogy mindenképpen legyen nálunk injekció, amit megiszomunk, illetve ez az bizonyos adrenalin, amit hogyha a csípést körbe, bőr alatt bezárunk, akkor az ott marasztalja magát, a méreganyagot, és akkor ez nem terjed szét arra az időre, amíg gyorsan bemegyünk valamilyen Igen. egészségügyi helyre. Van, aki azt a hiedelmet is biztosra veszi, hogy vörös vöröshagymával kell bedörzsölni, de, és meg akkor... Ecettel szokták. Uh -huh. Mert hogy nekem nem használ, de... Igazából a, a, az ecett az, mivel savaském kémhatású, akkor bomlasztja egyébként, azt hiszem, maga még szúrás, az lehet, hogy lúgos hatású, de. és akkor abból, a, abból kifolyólag próbálják semlegesíteni ezeket a dolgokat. Na, még egy dologgal tartozunk, a termékek fajtájával, hogy mi mindent állítanak elő a méhek. Mert ugye a méz az az egyik termék. Igen, úgy van. Tehát mézet különböző mézfajták vannak, mint ahogy említettük korábban, hogy majdnem mindegyik méz egyedül lungos hatású a néz, aminek ugye most per pillanat virágzik a, tehát most itt a virágzás ideje, de már per pillanat itt szarvason virágzik az akác is. Tehát Április 15-e van. Sokkal korábban, szinte egy hónappal korábban. Április 15-e van, és virágzik a, a, az akác. Utána következik a, a, a olajfűz, akkor a, a, a hárs is valamikor jön, nem? Igen, a hárs az, az, az utána szokott jönni az akác, uh -huh. tehát az éjszaki akác után uh -huh. szokott jönni. A repce már most van. Igen, akkor mi van még? a vaddohány, az is egy nagyon zamatos mészfajta, akkor utána van a hás, ami szintén zamatos mészfajta, és uh, itt a mi körzetünkben utána a napraforgó. Uh -huh. És akkor a termékek közé tartozik a, 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 Miregpor, mirágor, a és propolisz, a propolis. Úgy van. Illetve még a méhméreg. Tehát azt is bele lehet gyűjteni. Azt, az úgy működik, hogy a, a elé le kell tenni egy üveglapot az üveglapot egy úgynevezett vékony, ilyen gumírozott felületi rész le kell fedni, és alatta pedig elektromos, tehát ilyen nagyon vékony elektromos vezetékek vannak. És amikor rászállnak a méhek, akkor kapnak egy nagyon picike kis áramítést. Nem, és ebből kifolyólag ők ugye megérnek, és megszúrják ezt a vékony gumiferületet amiben nem szakad bele nekik a fullánkjuk. Tehát életben akkor, maradnak? Igen, abszolút életben maradnak. Be tudnak menni a kaptárjukba, és uh, utána viszont, amikor megszárad ez a még méreg, akkor ezt egy uh, tengével le kell kaparni arról az üvegfelületről. És ez mire jó? Gyógyszer, gyógyászatban, tehát a gyógyszergyártásban veszik ennek hasznát. De ez méreg drága lehet? Nagyon drága, igen, egy egyébként a méh külföldre, igen, tehát külföldre szokták egyébként értékesíteni. Gondolkoztam annak idején, hogy el kellene ezzel kezdeni, de mivel hogy nem tudtam piacot szerezni neki, vagy nem volt rá ismerettség, ezért nem fogtam bele. Na, hát most, hogyha valaki látja a beszélgetésünket, és érdekelt a méh-méreg gyártatásban, akkor állsz elébe? Megkeres nagy tételben? Mennyi idő ez? Hát nagyon sok idő. Uh -huh. Nagyon sok idő. Tehát ez aranyárban kéne, hogy Igen. menjen akkor. Na, no, hát nagyon szépen köszönöm Sziron Gyurinak a tájékoztatást. Én köszönöm, hogy meghívtál ide bennünket. És persze mondom ezt minden érdeklődő néző nevében. És hát azért ez is egy különálló önálló világ, és remélem, hogy sokak számára tudtunk érdekeset, újat mutatni. Én mm, sok minden érdekes és újat láttam a saját világomban. Nagyapám, meg édesapám nem egészen úgy méhészkedett, nem a nagyüzemi méhészetet folytatták, és milyen régen volt, úgyhogy öröm volt veletek az Egyesületi Összejövetelen is, meg aztán, hogy itt elkísértél és bemutattad nekünk ezt a tárlatot, amit másodmagaddal kialakították, gratulálunk hozzá. Nagyon szépen köszönöm. A kedves látogatók, nézők mikor láthatják? Elvileg bármikor nyitva van, az arborétum üzemeltetésében van ez az agrárkaland kiállítás, és az arborétumban kell megvásárolni a, a jegyet, és 10 fő fölött tárlatvezetés van. Megbeszélt időpontban. Úgy van. De szerintem a szarvasi iskolások zöme már látta ezt a kiállítást. Bízom benne. Ahogy a televíziónkban is volt már kisfilm róla. Ezt az exkluzív kiállítás végigmutatást nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Unket, köszönöm a és sok sikert. Nagyon szépen köszönöm. Minden jót a kedves nézőknek. Ez volt a méhészeti bemutatónk, és most már egészen másként nézzük a piacon, amikor meglátjuk azokat a méheket. A helyek biztos, hogy igaziak, és nem, nem pedig műmézek. Köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra köszönjük.